Sziasztok! Ismét hoztam nektek egy kínai alapanyagot, és ez nem más, mint a Pixian Toupen. Hogy a neve mit is takar, a Kína Szechuan tartományában, Chengdu városában található egy kerület, és a kerület neve Pixian. És ebben a kerületben készítik el ezt a nagyon-nagyon illatos, fűszeres pasztát. Van benne repceolaj, chili, különböző fűszerek, és amikor megbontjuk, akkor érezzük, hogy egy ilyen nagyon-nagyon sűrű, aromás, leírhatatlan, de egy nagyon-nagyon jó kis fűszervirágot ad vissza az orrunknak már így elsőre. Nagyon közkedvelt fűszerezési alap, wokhoz nagyon sokszor használjuk, és ma hoztam nektek ezzel egy olyan receptet, ami szerintem Magyarországon már eléggé közismert, az pedig a mápo tofu. És mielőtt megijednétek, ezt a pasztát már nyugodtan lehet kapni Budapesten az ázsiai boltokban, ezért, hogyha tetszett a mápo tofu receptem, akkor szaladjatok és mindenképpen próbáljátok ki, ne féljetek, nem reklám, tényleg használom a saját konyhámban. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és kezdjük is a főzést! A tofu szépen felvágjuk másfélszeres kockákra, sós forrásban lévő vízbe beletesszük a tofut előfőzéssel körülbelül 5-6 percre. Amíg fő a tofunk, addig jó apróra tudjuk vágni a gyömbérünket, a fokhagymánkat és az újhagymánkat. Kis újhagyma zöldet félre raktam a tálaláshoz. Ezzel meg is lennénk, kezdhetjük a főzést. Egy kisebb serpenyőben először olajat melegítünk, és amikor felhevőt, egy csapot evőkanálnyi szecsuányi borsót teszünk bele pirításra. Közepes lángon egy percig pirítjuk, és amikor kicsit megbarnult, akkor lecsepegtetjük az olajat, és mozsárba tesszük őket. Mivel a szecsuányi bors a mápo tofu lelke, ezért jó apróra daráljuk, hogy fogyasztható legyen. Felmelegítettem a wokomat, mehet bele a szecsuányi borsos olaj, most pedig megy bele a gyömbéres, újhagymás, fokhagymás fűszerbombánk. Mehet bele a szecsuányi borsnak a kétharmada, mert még egy picit hagyunk a tálalásra is. Most, hogy már egy picit pirultak a fűszerek, beledobjuk a taráthúsunkat. Én most vegyesen marha és sertés taráthúst használtam. Közepes lángon addig pirítjuk a taráthúsunkat, míg látjuk, hogy kezd egy kicsit száradni, és most pedig mehet bele a sláger fűszerünk, a Pixian Toupenünk. Amit most már mindenki tud, a lóbab pasztánk. Kisebb lángra kapcsolunk, és hozzáadunk egy kis csípős paprikaport, egy kis fűszer paprikaport, hogy még pirosabb színe legyen, és utána mehet bele a tofu is. Felöntjük egy kis vízzel, fűszerezzük egy kis főzőborral, egy kis szójaszósszal. Ilyenkor ízlés szerint még egy picit tudjuk sózni is. Alaposan átkeverjük, nagyobb lángra kapcsolunk, hogy jobban elpárologjon a leve. Szépen be is sűrűsödött a tofunk, készen is vagyunk, és tálalhatjuk. Tálaláskor megszórjuk az előkészített újhagymával, valamint tört szecsuányi borssal. Sima jászmin rizse ajánlom fogyasztani, a mápo tofut, mert jó csípős. Úristen! A friss, őrölt szecsuányi bors és a lóbab pasztának az aromája leírhatatlanul finom. Kis daráthús tofuval, pont a keménysége és a puhasága az alapanyagoknak. Fú! Zsibbad a teljes nyelvem felülete, kis rizst eszem mellé. Nagyon-nagyon finom, alig tudom abba hagyni. De remélem, hogy tetszett ez a videóm is nektek, és jobban megismertétek a Pixian Toupennek a lóbab pasztának a felhasználását. Ha jártok valamelyik ázsiai boltban, akkor mindenképpen keresétek meg ezt a fűszerpasztát, és készítsétek el a mápo tofut, küldjetek képet róla, és ne felejtsetek el bekövetni a csatornámat. Sziasztok!